2 milliárd forintra lenne szükség a Herman Otto Múzeum papszeri kiállítási épületének felújításához. A múzeum annyira rossz állapotban van, hogy tavaly április óta nem látogatható, a kiállításokat is lebontották. Az épület helyreállításához pályázati forrásra van szükség. Az önkormányzat minden segítséget megad a múzeumnak. Az intézmény megbízott igazgatója szerint, ha a felújítás még idén elkezdődne, akkor is leghamarabb 2022-től lehetne újra látogatni a múzeumot. A kiállítási épület 2019. április 1-től zárva tart. Ez a felirat olvasható a Herman Otto Múzeum papszeri épületének bejáratánál. Kordon az egyik oldalon és a másikon is. Omlásveszélyre figyelmeztet a felirat. Hiányzó falrészek, hatalmas repedések, veszélyessé vált födém és tetőszerkezet. A múzeum annyira rossz állapotba került, hogy lassan egy éve sem vendégek fogadására, sem kiállítások bemutatására nem alkalmas. Korábbi felvételek néhány tárlatról, az időszaki és állandó kiállításokat egyaránt szerették a miskolciak. Ezeket egytől egyig le kellett bontani és el kellett szállítani, a felújítás elengedhetetlenné vált. A pincétől a padlásig bőven találni hibákat. A pincében ugye elsősorban a vizesedés, ami alkalmatlanná teszi arra, hogy bármiféle műtárgyat ott tároljunk, akár kiállítás, akár raktár formájában. Az első és második emeleten ott elsősorban a nyilászárókkal van probléma, a vizes blokkokkal, a fűtése az teljesen gazdaságtalan, már lényegében az utóbbi években rengeteg pénzbe került az üzemeltetése, és hogyha elmegyünk odáig, hogy födém és padlás tér, akkor az is teljes felújítást igényel. És bár még el sem kezdődött a helyreállítás, már most rengeteg terv van. A pincétől a padlásig szeretnék megtölteni az épületet. Lenne egy közösségi tér a múzeumban, ahol a 70-es, 80-as évekre hangolva mutatnánk meg Miskolc történetét. Aztán lenne egy gyerekmúzeum, amit szeretnénk megnyitni, tárgyalóhely, közösségi tér. Jelen pillanatban, illetve az utóbbi években nem volt jellemző, hogy akár múzeumi boltot ott üzemeltethettünk volna. Ezt is szeretnénk kávézóval együtt megvalósítani. Az épület főbejárata pedig a tervek szerint az udvar átalakításával átkerülne a városközpont felé. A műszaki felmérések és becslések azt mutatják, hogy a teljes felújítás mintegy 2 milliárd forintba kerülne. A pénzügyi forrás biztosítása érdekében pályázatokra van szükség. Jelen pillanatban nem állnak rendelkezésre olyan kormányzati források, ahova teljes összeg erejéig pályázni lehetne, ezért azt gyanítom, és úgy vélem, és úgy gondolom, hogy ebben az évben egy energetikai pályázaton való indulással és az ott való eredményes szerepléssel tudjuk elkezdeni a felújítási munkákat. Ha ezt a pályázatot sikerülne elnyerni, az 7-800 millió forintot biztosítana, ami a szakemberek szerint fedezné is a nyílászárók cseréjét. A papszeri kiállítási épület Miskolc egyik legrégebbi épülete, már csak nem 500 éves, a felújítás így nem lesz egyszerű. Ha a helyreállítás idén elkezdődne, akkor talán 2022-től vehetné birtokba a miskolci közönség.